ha mondjuk itt ez ver valamikor gyökeret, akkor itt elvágom, és az az ágon már akkor gyökeres. Srik Lászlóné Zsuzsa épp azt mutatja, hogy most milyen új módszert próbál ki a citromfa szaporítására. A Tolnai Ház udvarán glédában állnak a citromtoroskadozó fák, mindegyik saját nevelés, hosszú évek munkájának a gyümölcseit szüretelik le róla évről évre. Az első szüret ideje tavasszal van, ilyenkor kell leszedni a megérett gyümölcsöt, hogy a fa ezután a virágzásra fordíthassa minden energiáját. Közel 30 éve egyetlen maggal kezdődött az a történet, ami már a napi szintű hobbivá vált. Erről mesélt nekünk Zsuzsa. 25-30 éve voltunk a cipésznél, és ott láttuk, hogy milyen szép a citromfája. Akkor elraktunk egy magot, és egy idő után, amikor már olyan ceruza vastagságú volt, eljött és beszemezte az ő termő citromfájával. És akkor onnét ápolgattam éveken át, amire megnőtt, és egyszer olyan hatalmas lett, hogy meg kellett metszeni. És a férjem megmetszette, és azt mondta, ez mehet a kukába. És sajnáltam kidobni. És akkor elültettem azokat, amit ő lemetszett, kis ágakat. És őszre csak pár dűlt ki belőle, amit elraktam, akkor gondoltam, hogy ezek megmaradnak. Amikor már olyan szép gyökeresek lettek, akkor beütettem nagyobb cserépbe, és olyan a 100-ból olyan 60 megmaradt. És akkor mindenkinek adtam, aki kért, meg nekem is maradt, és akkor rájöttem, hogy ez így jó lesz, és teremni fognak. És azóta is így szaporítom, meg hát terem, ahogy látszik is a... Ahhoz, hogy egy fa termőre forduljon, 3-4 évre van szükség, és addig is nap mint nap foglalkozni kell vele. Tavasztól őszig tartó időszakban napi öntözést igényel, és az is nagyon fontos, hogy hol telelnek át, nyáron pedig félárnyékos helyen érzik magukat a legjobban. Nyaranta itt ez a helyük, és télen meg bent vannak a garázsban. Kicsit pustoha körülmények között, de átvészelték mindig még idáig. Egy télben volt nagy fagy, akkor elment vagy 10 cserépe, és utána sem, meg előtte se volt ilyen gondom, de akkor igen. És hát azóta is megvannak, meg most is, hogyha van olyan nagyobb ág, akkor azt levágom, és újból gyökeresztetem, mert azt mondja a férjem, hogy már elég. Én is úgy gondolom, addig még le nem törik egy ág. Ha letört, akkor azt már mindjárt megyek, és intézem, és teszem el bele egy cserépbe, teszek rá egy 5 literes üveget, és az hát majd egy évig úgy hagyom, azért, hogy biztos gyökeret kapjanak. Igazából ez folyton érő, és egész tavasszal virágzik, nyáron is, de akkor már kevesebb, és akkor jön az, hogy beporzik, és hát nőnek a citromok. Mivel ezek a fák nincsenek vegyszerrel kezelve, így nagyon sokrétűen fel lehet használni a termésüket. Sütemények, gyümölcslevesek alapfűszere, de lekvárt is rendszeresen főznek a leszüretelt citromból, ami kiválóan illik sült húsok mellé, illetve a citrom kifacsart leve nyáron a limonádé elengedhetetlen kelléke. Sorban is állnak az ismerősök a citromfácskáért, hiszen Zsuzsa a mai napig szinte minden egyes lemetszett ágacskát elültet. Németországban, Erdélyben, Magyarországon több helyen. Őszinte legyek, tegnap is egyet elvittek Pécsre, egy nagyot, hatalmasat tele citrommal. Nagyon boldog volt a kis hölgy, és Pestre vittek. Többek között unokabátyámnak is adtam, úgyhogy de már azt mondta, hogy megint szeretne egy kicsit, mert most vannak már kicsijeim, azok 2 évesek, de nem nagyobbak ennél még. Úgyhogy nagyon-nagyon nehezen indulnak meg, de ha megindul, lehet bennük bízni. Van olyan fa, hogy 1-2-3 kiló, de van olyan, hogy 8-10 kiló is megmarad, mert ami nagyon tele van, ott sok van. Úgyhogy ez a nagy bevásárló kosár 2-vel volt, mikor 3-mal tele volt citrommal, amikor leszettük. Zsuzsa azt mondja, hogy csak is így lehet valamit tisztességesen csinálni, ha beleadjuk szívünket, lelkünket. Ahogy láttuk, ennek a szenvedélynek meg is van a gyümölcse.